Na hát remélem, hogy izgalmas volt a mind a három előadás. Tudom, hogy nagyon hosszú volt, és hogyha valakinek el kell intézni kint valamit, akkor nyugodtan menjetek ki közbe is. Illetve hát akinek el kell menni, azt megértjük. Viszont aki még szeretne esetleg maradni, és vannak belétek szorult kérdések, amit az extazival kapcsolatban mindig meg akartatok kérdezni, de sosem mertetek, akkor mi most kiülünk ide a másik két előadóval, és megválaszoljuk azokat. Oké. Okay. Jó. Király. Igazából engem az érdekel, mert egy csomó mindenre választ kaptam, de hogy mondjuk azok a cuccok, amivel említettétek, hogy ugye a nem tökéletes koncentrációi tablettákat felszokták ütni. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok, hogy ugye nem csak MDMA van a tablettákban, legalábbis nekem ez jött le a három előadásban. És így két kérdésem van igazából. Az egyik az, hogy a kutatások alapján, tehát hogy lehet-e az MDMA, tehát lehet-e a tablettával végzett kutatásoknak az eredményeit egyenesen egyben megfeleltetni az MDMA-val végzett kutatásoknak, és hogyha nem, akkor tehát hogy akkor ennek mi az oka, hogy esetleg azok a cuccok, amivel felütik ezeket a tablettákat, azok így milyen irányba befolyásolják ezeket akár az agyi részeket, meg a memóriának, meg ezeknek a dolgoknak. Valóban az ecstasy tablettákban sokszor vannak szennyezőanyagok, és ezek el fogják tolni a hatását, tehát azokat a tanulmányok, amelyek ecstasy fogyasztóval készülnek, azokat azért nem lehet 100%-osan rávetíteni az MDMA-ra. Én is próbáltam odafigyelni az előadás alatt, hogy jókor mondjam azt, hogy ecstasy fogyasztó meg MDMA fogyasztó, mert a kettő között van különbség. De azért azt hozzá lehet tenni, hogy azért alapvetően az ecstasy tabletták MDMA-t tartalmaznak, ez különösen igaz mondjuk a 2010-es előtti piacra, tehát ahol a Levente meg a Péter is említett, 2008 körül volt egy beszakadás az ecstasy tabletták piacának, és akkor nagyon megváltozott a piac, és ennek a hatására jöttek be ezek a különböző designer drogok, és ezek most valóban sokkal gyakran jelen vannak a mintákban, de azért ez az a 2000-es évek elején ez sokkal kevésbé volt jellemző. Nem arról van szó, hogy nem volt erre példa, de kisebb volt az aránya, mint ma. A másik, amit pedig szerintem fontos hozzátenni, hogy azért gyakran azok az anyagok, amelyek beletesznek a tablettákba, különösen igaz ez erre a 2010 előtti korszakra, azért az amfetamin, metamfetamin, tehát ezek azért ilyen rokonmolekulák, vagy például MDA, tehát nem, az ritka, hogy valami teljesen más szer került bele. Ez 2010 óta megváltozott, azóta ez egy sokkal nagyobb probléma. Ami pedig konkrétan az én agyi mechanizmusokat illeti, igen, valóban ott más lesz a hatás. Tehát például, amit említettem, hogy a metamfetamin, tehát a crystal meth, az egy nagyon erős neurotoxikus hatás. Tehát, hogyha valaki bevesz egy ecstasy tablettát, ami a metamfetamin van, annak valószínűleg ilyen neurobiológiai értelemben nagyobb lesz a kára, mint hogyha csak egy tisztán MDMA-t tartalmazó tablettát venne be. Például az a study, amit én is mutattam, ez a kis 2010-es study, tehát amin ezek a szert molekuláknak a sűrűsége volt. Úgyhogy az ember megnézi a kisbetűt, és hogyha szétválasztjuk azt az MDMA fogyasztók között, akik fogyasztottak metamfetamint is, ezt ilyen hajmintából meg lehet állapítani, gyóideig visszamenőleg, attól függ, hogy kinek milyen hosszú a haja, hogy milyen cuccokat fogyasztott, és ha szétvesszük azt, hogy akik tisztán csak MDMA-t fogyasztottak, és azokat, akiknek metamfetamin is volt a hajukban, illetve nem metamfetamin maga, hanem annak a metabolikus melléktermékei, akkor a károsodásnak a mértéke az majdnem a fele volt a tisztán MDMA csoportban, azzal szemben, akik MDMA-t és metamfetamint is fogyasztottak. Igen, még annyit, hogy más anyagok nem szoktak lenni a tablettában. Van, amikor más anyag van, ez inkább arra vonatkozik, hogy amikor más stimuláns van, akkor nem nagyon tudja a végfogyasztó megkülönböztetni a... Hát jó, az MDMA-t még meg lehet különböztetni másoktól. Az, hogy mi az, ami olyan, mint az MDMA megkülönböztethető, hát olyan gyakorlatilag nagyon nincsen, mert azért az MDA az inkább egy amfetamin típusú stimulánsabb hatást hoz. Az MDMA-nak van ez a nagyon egyedi hatása, ez a szeretgetős, ez az entaktogén, empatogén hatás, ami valószínűleg egy ilyen hormonális hatásnak az eredménye, és ezt a többi stimulánszer ez nagyon nem tudja hozni. Nálunk volt olyan gyakorlatilag, hogy volt például 2CB
a tablettában, ami hát egy fenetilamin, talán még az van a legközelebb az MDMA-hoz, de ez kifejezetten egy halucinogén hatású is. Tehát konkrétan az volt, hogy kicsit folytak a falak, és akkor a kliens csodálkozott, hogy pedig ő csak egy ekit evett, hogy akkor mitől folynak a falak, és akkor egy tesztelés eredményeképpen kijött, hogy nem lila volt, hanem sárgás zöld a tablettának az elszíneződése a tesztben, és akkor ez volt a magyarázat, hogy ez egy 2CB-s tabletta volt. Tehát, hogy van ilyen, amikor mást tablettáznak ki, hát kicsit megtévesztő, tehát hogy mondjuk nem illik, vagy illik ráírni, mondjuk, vagy belenyomtatni. Pszichoterápiában is egyébként használták a 2CB-t MDMA-val együtt, vagy közösen, közös szeánszoknál. Na, kinek van még kérdése? Most egyébként ott. Csak azt szeretném kérdezni, hogy is említetted az előbb, hogy ha valaki... Kicsit közelebb tartsd, légy szerint. Ja, aha, bocs. Most jó. Balázs, említetted az előbb, hogy ha valaki kicsit túltolja az MDMA-t, akkor ott felléphetnek ezek a károsodások, és azt szeretném kérdezni, hogy ha mondjuk ez egy ilyen véletlenül valaki belecsúszik egy ilyen 5-7-es fesztivál szezonba, akkor ezt a káros mellékhatást esetleg elestével lehet ellensúlyozni. Hát... Azt mondtátok, hogy az LSD nem teljesen ez a felhasználási profilja. Tehát azért, hogyha valaki, tehát igen, persze vannak fesztiválok, és akkor az ember szeret relatíve rövid idő alatt sokat használ, ez általában kerülendő ilyen ártalomcsökkentési szempontból. Tehát, hogy ha már az ember elkezik, akkor érdemes minél hosszabb szüneteket tartani egyes alkalmak között, hogy legyen a szervezetnek ideje regenerálódnia. Tehát, hogyha mondjuk veszük azt, hogy van három ugyanolyan tablettám, ha én elmegyek egy fesztiválra, és ezt beveszem három egymás követő nap, annak valószínű nagyobb lesz az egészségkárosító hatása, mint ha mondjuk úgy veszem be ezeket, hogy három hónap szünettel, egyszerűen mivel a kettő között hagyok magamnak szünetet. A másik dolog, amit itt említenék, hogy ahogy az előadásomban is mondtam, az MDMA-nak ez a neurotoxikus hatása, ez egy ilyen oxidációs mechanizmuson keresztül jelentkezik, és az egérkísérletek, meg aztán fülemlősöknél is az többen kimutatták, hogy az MDMA-t párhuzamosan adagoljuk nagy adag antioxidánssal, akkor ezek majdnem teljesen blokkolják ezt az oxidációs sebzést, amit az MDMA okoz. Tehát én azt szoktam mondani, hogy aki MDMA-zik, pláne nagyobb adagban, érdemes egy nagy adag antioxidánst is bevenni. Nincsen semmilyen emberkísérlet vagy adat, ami azt mutatna, hogy ez tudja blokkolni az MDMA-nak ezt a neurotoxikus hatását. De viszont az antioxidánsok jó, olcsó és jól torelálható táplálékkiegészítők. Szóval a legrosszabb esetben igazából ugyanannyi károsodást szed össze az ember, mint antioxidáns nélkül. Tehát, hogy egy kicsit szerencsénk van, akkor az is lehet, hogy ezzel tudunk valamennyire védekezni. Pont egy pár napja az imperiális kollégákkal most egy olyan fázisban vagyunk, hogy így agyalunk, hogy mi legyen a következő projekt, és azt még nem mondom 100%-ra, hogy lesz, de szeretnénk egy olyat csinálni, hogy egy ilyen MDMA tolerancia tracking app, aminek az lenne a lényege, hogy akik MDMA-t használnak, ők mondjuk beviszik ezt a tablettát, meg hogyha kristályos MDMA-t, akkor kimérik, és akkor meg fogunk kérni pár embert, hogy vegyenek be mellé nagy mennyiségű antioxidánst is, és mondjuk van neki kokosóraik, ami a pulzus méri, akkor ezt azon keresztül mi el tudjuk érni, és ez a, hogy milyen sokáig milyen magas a pulzus szám, ez valószínűleg egy elég jó proxia lesz annak, hogy milyen gyorsan vagy lassan alakul ki a tolerancia, és akkor ezt egy ilyen közvetlen módon, ezzel az Ecstasy Tolerance Tracking appen keresztül akarjuk majd mérni. Mondom, ebből nem tudom, hogy lesz-e valami vagy nem, de most pont ez egy pár napja felvetődött, hogy esetleg egy ilyet fogunk mi is csinálni. Úgyhogy akit érdekel, az egy év múlva erre googlezzen rá. Igen, saját ártalomcsökkentésben azt fel lehet használni, hogy esetleg az, hogy a szerotonin szint ne billenjen nagyon meg, hogy a szerotoninnak az előanyagát használni, az 5-hidroxitriptofánt, ami természetes kajákban is benne van, de táplálékkiegészítőként is árulják, sőt, vannak ártalomcsökkentő oldalak, ahol kifejezetten ilyen
parti pakkot árusítanak, hogy mi az, amit toljál, mielőtt elkezdesz MDMA-zni, akkor mi az, amit mondjuk közben is lehet, és akkor mondjuk még másnap is. Tehát ilyen vitaminok, táplálékkiegészítők, stb. Igen, most van egy cég, akik ezt nagyon beindítottak, azt hiszem elég drága, mert egy a $20 az ilyen egy ekipak, tehát mondjuk 2-3-szor annyi, mint maga az ecstasy. De abban van ilyen antioxidáns is, meg aztán melatonin van, hogy tudjál aludni, az az egyik fázis, és igen, igen, ezekkel. Ez a kialvatlanság, ez valószínűleg, hogy roncsolóbb, mint, hát nem tudom, nem akarom összehasonlítani, mint a neurotoxicitás, de az szintén felmerült az MDMA-val, hogy az immunrendszerre gyengítő hatással van, erről volt is valami kutatási papír, amit olvastam, de aztán a kutatási papír végén kiderült, hogy ez az MDMA-nak az immun csökkentő hatása, az körülbelül egyenértük egy olyan 3 alkoholos italnak az immun gyengítő hatásával, tehát azért ezeket is azért valahogy be kell kalibrálni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez egy olyan nagyon természetellenes dolog lenne, hogy az immunrendszer is kicsit váltakozik. Biztos, hogy a kialvatlanság az, ami a legtöbbet rontja az immunrendszeren, tehát hogy lehet még az is, hogy a neurotoxicitásra is kihat, bár nem tudom, ezek a egérkék vagy patkánykák, azok lehet, hogy jól aludtak előtte, mielőtt szétdózolták őket. Lehet, hogy van valaki a hallgatóságban, aki majd lecsap erre a piacirésre, vagy ecstasy pack-et Magyarországon is. Igen? Sziasztok! Gén az valamennyire válaszolt már a kérdésemre itt az előző blogban. Igazából az 5-HTP-ről szerettem volna kérdezni, hogy mennyire bizonyított igazából tudományosan, hogy ez a hát lejövőn vagy alvás előtt fogyasztva ezt tényleg csinál valamit az embernek az agyával, és gyorsabban regenerálódunk tőle. Erre csak ilyen anekdoták vannak igazából a környezetemben. Hát amennyire én tudom, tehát nincsen közvetlen emberekkel végzett kísérlet ilyen 5-HTP szupplementtel. Ez kicsit olyan, mint az antioxidáns, hogy elviekben működik, és nagyon valószínű, hogy igazából káros mellékhatása nem lesz. Tehát ilyen szempontból igazából úgy érdemes csinálni, hogy nem vállal vele az ember nagy rizikót, és legrosszabb esetben ugyanott van, mint baseline-on, mint hogyha nem csinálnád. De közvetlen kutatásról emberekben én nem tudok. Igen, ezek sokszor ilyenek, hogy ez sejtszinten, meg elméletben működik, tehát az biztos, hogy a 5-HTP kell a szerotonin termeléshez, de ez ugyanúgy érvényes mondjuk nem tudom, a gyúros vitaminokra is, hogy az L-karnitin az működik úgy a sejteken, vagy a fogyasztószereknél, hogy a nem tudom micsoda, az pont blokkolja nem tudom, a zsírsejt receptorokat, viszont ezek csak az elméleti, meg a sejtszintű mechanizmusok, azt nem szokták kísérletezni tényleg, hogy most akkor az 5-HTP-t fogyasztva tényleg gyakorlatilag egy ember egy bizonyos szituáció, akkor ebből van-e valami haszna ebből a mechanizmusból, vagy hogy a gyúrósoknál, hogy most akkor tényleg ha tolja a táplálékkiegészítőt, akkor az tényleg hat-e, vagy a fogyasztószernél, hogy tényleg fog-e fogyni tőle, de attól még működnek ezek a mechanizmusok. Tehát amit a Bazsi mondott, hogy végül is kára nincsen, mert így kéne, hogy működjön, az nem biztos, hogy van hatása, meg hogy mondjuk megéri a pénzét. Fönt láttam valakit. Halló, sziasztok! Engem az érdekel, hogy a neten van egy drugs table nevű táblázat, nem tudom, ismeritek-e. Az mennyire komolyan vehető szabályvezető? Igen, ez a Tripsit-nek a táblázat. Ha arra gondolsz, egy ilyen nagy, színes, rajta van sok tucat szer, igen, drogkombinációs táblázat. Igen, ezt a Tripsit csinálta, ezt a kombinációs táblázatot. Ez egy egész jó táblázat. Ki lehet rakni? Ha megvan neked, oké. Okay. Igen, nálunk a PsyHelp az kiszokta rakni ezt a táblázatot, most például a nyári fesztiválokon kim volt ilyen nagy laminált verzió, és ezt már update-elték párszor, mostán úgy emlékszem a 3. verziónál van, és úgy nagyjából, tehát hogy érdemes rá hallgatni, de azért nem szentírás, tehát azért érdemes azért még utána kérdezgetni egy bizonyos kombónak, mert hát ha valaki tud még pontosabbat, mint az a táblázat. Tehát eleve azt, hogyha mondjuk SSRI vagy maogátló vagy ilyesmi szerről van szó, akkor azt nem annyira világos, hogy most egy bizonyos, nem tudom, gyógyszer az melyik kategória, és akkor ezért mindig, tehát érdemes a tájékoztatást is megkérdezni, de hogy alapvetően ez egy nagyon jó ötlet. Most mintha, mikor nézegettem ezeket a nem is nézegetem, ez ilyen belső info. Valakik csináltak most pont ebből egy
de az azt hiszem nem táblázat, az talán egy ilyen webes alkalmazás. Most, hogy délután néztem a mailemet, valamelyik ilyen drug checking szervezet belinkelte, hogy van egy ilyen az oldalukon. Azt hiszem, ez nem alkalmazás, de alkalmazásban is ez elérhető. Azt nem tudom, hogy a tripsitesek csináltak-e saját maguk ebből alkalmazást, mert lemondtam már a mobiltelefon használatról, úgyhogy nem tudom, van. A tripsites alkalmazás van, mondja a Gaba, tehát hogy igen, ez elérhető. Srácok, arra kicsit beszéltek már, hogy mi az a MAU gátló, és hogy miért baj az, hogyha MAU gátlót tartalmazó valami gyógyszert, vagy ilyesmit fogyasztanak MDMA-val. Tudtok erről? Hát alapvetően a monoamin oxidáz enzimeknek a bénítójáról van szó, tehát monoamin, többek között a szerotonin meg a dopamin, tehát ezek az agyi neurotranszmitterek, és a szervezetben ezeket folyamatosan lebontják bizonyos enzimek, és ezeket a lebontó enzimeket, hogyha meggátoljuk, akkor viszont felfüggesztődik a lebontás, és ezért a szint magasabb marad, mert hogy nincs, ami elsöpörgesse mindig. Igen, lényegében ez igazából, hogy ezek a MAU-ek, ezek lebontják természetes körülmények között ezeket az ingerültetett vőanyagokat, blokkoljuk őket, akkor egyszerűen túl magas szinten felhalmozódnak, és ezt megborítja a szervezet egyensúlyát. És hát ugye vannak olyan gyógyszerek, amik ezt tartalmazzák, úgyhogy aki gyógyszert szed, az például annak ajánlott, hogy nézzen utána, hogy mi van a gyógyszerében, mert hogy ez veszélyes kombináció lehet. Alapvetően most mindegy, hogy illegális drogokról, vagy pedig gyógyszerekről beszélünk, de azért általában érdemes egyszerre minél kevesebb anyagot az embernek a szervezetébe bevinnie. Ez a nem mixing, amit a Gén itt magyarázott, az nem csak illegális drogokra vonatkozik, hanem a gyógyszertári eszköztárra is. Van egy a doktorinfón, van egy gyógyszerkölcsönhatás táblázat, viszont azt lehet alkalmazni kicsit trükközve, tehát úgy is, hogy illegális szernek, vagy egy olyan gyógyszert berakunk, ami végül is strukturálisan hasonlít az illegális szerre, de gyógyszerként van forgalomba, plusz berakunk mondjuk egy MAU-gátlót, és akkor kiadja a kölcsönhatást azzal a gyógyszerrel, és akkor abból úgy lehet tippelgetni, hogy esetleg a hasonló struktúrájúra, hogyha ez se 100%, de úgy vannak ilyen közelítő módszerek. Hello, szóval engem az érdekelne, hogy a fiatalkorú ecstasy fogyasztásra az milyen hatás mechanizmus van, és hogy erre vannak-e kutatások. Ezek közül a PET-scan tanulmányok között, amelyekről beszéltem, volt egy-kettő, ami kifejezetten olyanokra fókuszált, amelyek, akik 18 év alatt kezdtek el fogyasztani. Az van, hogy ez a McCann study, de ezért ilyen, azt hiszem 15-en vettek benne részt, tehát egy eléggé kis mintavételről van szó. De azért általában az elmondható, hogy minél fiatalabban fogyaszt az ember ugyanazt a drogot, valószínűleg nagyobb lesz az ártalma. Egyszerűen azért, mert fiatalon az ember még mindig a fejlődésben van, egy ilyen fejlődési folyamatban nyúlunk bele akkor. Ez cannabisnál nagyon-nagyon hangsúlyosan kijön, hogy akik fiatalkorban nagy mennyiségű kannabiszt fogyasztanak, ott annak később következményei lehetnek, de akik mondjuk már felnőtt fejjel, 25 évesen várnak kemény pótheadekké, önálluk ez nem látszik meg. Tehát nincs, vagy nagyon kevés a közvetlen empirikus bizonyíték a fiatalkori extázi fogyasztásra, de egy más szerek alapján extrapolálva, szinte biztos, hogy kijelentető, hogy minél jobb később elkezdeni az extázit is, mint minden más szert. Egyrészt ez a neuro rész, amit a Bazsi mondott, hogy az agyfejlődéshez kapcsolódik, hogy egyszerűen még nincsenek kifejlődve az agyterületek, és akkor nagyobb hatással van rájuk hát gyakorlatilag bármilyen pszichoaktív anyag. Másrészt meg a pszichológiai oldalról nézve, a minél korábban kezdett bármilyen szerhasználat, ott nagyobb esély lesz arra, hogy valamilyen addikciót vagy függőséget, vagy össze fog vele függeni, függőséggel függ össze. Viszont ebben meg szintén olyan háttérmagyarázatok vannak, hogyha valaki korábban lát mintákat, akkor azokat a mintákat sajátítja el, kipróbálja, akkor igazából a repertoárjában jobban súlyozva lesz mondjuk a szerhasználat, mint a nem tudom, megoldás vagy eszköz valamire. Nem azt mondom, hogy feltétlenül egy probléma megoldás, vagy egy önjutalmazás, vagy egy önbüntetés. Tehát, hogy egyszerűen csak beleemelődik egy szer használata a repertoárba, és minél fiatalabb korban történik ez, annál erősebb mintaként megmaradhat. Ez szerintem általánosan is érvényes. Tehát, hogyha lehet, akkor így próbálhatnánk késleltetni ezeket a dolgokat. Ez mindig mondjuk a drogiporteren is, hogy a drogfogyasztás tanult viselkedés. Igen. Igen, ott volt egy kérdés középen.
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogy a kristályos MDMA használata az biztonságosabb, mint a mindenfélivel felütött ekinek a használata? Hát a... Most igen, most mit hasonlítunk össze, ha csak mondjuk tiszta MDMA-t tartalmazó tabletta, mert azt, az is, tehát abból van a legtöbb gyakorlatilag, amit bevizsgálnak, azokban kifejezetten csak MDMA van, és sok. Ami még mellette benne van, azok a tablettának a kötőanyaga, meg a színezékek. Más dolgokat nem nagyon raknak bele, tehát hogy ahhoz képest a kristályos MDMA-nak, hát, jó, a kristályos MDMA-t úgy is kérdezem, hogy akkor az csak legenda, hogy a kristályos MDMA sokkal jobb trippet ad, mint mondjuk a EKI? Hát ott lehetnek esetleg felszívódásbeli különbségek, azt el tudom képzelni, de hát erről sincsenek kutatások, biztos kellene, de valószínű, hogy ott, hát nem tudom, az hathat ki, hogy nem kell a tablettát lebontani a, nem tudom, gyomorsavnak vagy ilyesminek, de hogy nem tudom, hogy lenne hát különbség, molekula és molekula. A kristályos ugye az úgy konzisztensebb. Tehát ugye a kristályos MDMA, hogyha az ember ránéz, azt meg tudja mondani, hogy homogéne, tehát ugye egy forrásból van-e. Mert amikor ezeket ilyen föld alatti laboratóriumi körülmények között szintetizálják, akkor mindig vannak benne szennyeződések. Tehát ugye ezért nem ilyen tiszta fehér por ugye általában az EKI, amit kap. Ugye a tablettánál, annál ugye nem tudja az ember, hogy csak egyfajta valami fehér por van benne. Tehát ilyen szempontból a kristályos MDMA mondjuk úgy, hogy, tehát, hogy ott a minden kockázat, ami megvan a kristályos MDMA-nál, az megvan az EKI-nél is, és az EKI-nél még ott van az is, hogy még az MDMA mellett XYZ is benne lehet. Tehát egy ilyen szempontból egyel kevesebb kockázati faktor van a kristályos MDMA-ban. Bár viszont az nem biztos, hogyha látok egy ekkora kristálydarabot, és azt mondják nekem, hogy az MDMA, hogy az feltétlenül MDMA lenne. Tehát mást is lehet kristályosítani, akár ezeket a katinonokat is ilyen nagy tömbökbe. Tehát hogy az, hogy kristályos, az még nem jelenti azt, hogy MDMA. De ugyanígy, hogyha bevizsgáljuk valamivel, akkor ha tablettára mondjuk egy ilyen színreagens, az lilára reagál, de lehet, hogy van a tablettában valami más is, de csak olyan kevés, hogy az igazából nem módosítja azt a lila színt, mert hogy valami nagyon picivel. Volt talán egyszer ilyen, hogy az amfetaminra narancssárgával reagálna a teszt, az MDMA-ra lilával, és volt egyszer egy ilyen, hogy olyan bordós lett a teszt, mert hogy volt elég sok amfetamin is benne, amitől narancssárgásabb lett a lila, ergo valahogy bordó lett, de hát ez megint ilyen nagyon szubjektív. A másik, amit itt még hozzátennék, hogy azért a kristályos MDMA az sem ugye ilyen vettiszta MDMA, tehát az sem 100%-os MDMA tartalmú lesz, hanem azt hiszem általában ilyen 80-90 között szokott lenni, és akkor az van, hogy ami még mellette van, azok ezek a rokon molekulák. Van benne valószínűleg valami amfetamin, valami metamfetamin, ami egyszerűen csak a szennyeződés a szintetizálási folyamat során. Igen. Ez mondjuk az MDMA-ra talán még az MDMA az egyik legtisztább, amit úgy lehet elméletileg gyártani. Amfetaminból nem lehet gyakorlatilag 100 vagy 99%-osat gyártani, de ez a gyártás technológia, a kokain meg tipikusan az, ami gyakorlatban a kokain van a legtöbbet felütve, illetve hát nem szintézis, hanem a előállítási melléktermékek nagyon gyakran benne vannak, benne maradnak a kokainba. Tehát ugye a három közül talán az MDMA az, ami gyakorlatilag a legtisztább kiszerelésben található a piacon. Amit még itt csak a drogtesztelésnél hozzátennék, amit a Gil nem említett, de ami jó, hogy van egy olyan szervezet, hogy Energy Control, akik Barcelonában vannak, és ők egy ilyen nemzetközi drogbevizsgáló labor, tehát őnáluk azt meg lehet csinálni, hogy az ember felmegy a webshopjukba, rendel egy drogtesztet, elég drága sajnos, 70 euró, de utána elküld nekik az ember egy mintát, és ők azt egy ilyen, hát azt tudják, ilyen liquid chromatograph meg mass spec műszerekkel vizsgálják be, és ez az, ami ahogy mondjam, az ilyen professzionális kímiai tesztelés. Tehát hogy ez az, ami a legtutibb módszer. Mondom, sajnos eléggé drága, 70 euró per minta, de ez elérhető. Ez nem annyira jelentős mondjuk feltétlenül az MDMA-nál, de hogyha valaki mondjuk vesz LSD bélyeget, akkor igazából ez az egyetlen egy módszer, amivel le lehet azt tesztelni, hogy azon mennyi LSD van. Tehát Energy Control-nak hívják őket, mondom, elég drága, de ez is egy opció a tesztelésre. Tegyük hozzá, hogy ez Magyarországról illegális. Ezt én nem tudtam, de akkor ezek szerint. Hát, hogy elküldöd az MDMA-t, postán. Jó, hogy a Bazsi említette, akkor említenék még egy pár lehetőséget.
Ez az egyik ez a posztás lehetőség. A másik, hogy Bécsben van például a Checkit nevű szervezet, akik járnak bulikba, és egy ilyen mozgó laboruk van egy ilyen kis furgonba beleépítve, és ott a helyszínen, a buliban le lehet adni mintákat, ők beveszik, megszámozzák, kis kérdőjével megkérdezik, hogy ezt úgy vetted, mint micsoda, stb. És utána ott le is tesztelik helyben, és egy óra múlva, pár óra múlva kifüggesztik a minta számával, hogy mit találtak benne, és hogyha egy kis infót arról az anyagról, illetve például tablettáknál, hogyha több mint, nem tudom, 200 mondjuk, milligram volt benne, akkor egy figyelmeztetést is odaírnak, illetve hogy olyan anyagot találnak, aminek nem kellett volna benne lennie abba a drogmintába, akkor egy riasztást is oda írnak mellé. Tehát az ember visszasétál egy pár óra múlva, és megnézi, hogy ezt nem kéne bevennem, mert hogy ebben valami olyasmi van, amit nem akartam. Igen, már bevette? Na igen, ez a kérdés. Ez a tudatos fogyasztó, igen, aki oda megy, és akkor tud várni sokat két órát. Sokat számít össze, hogy fél vagy két óra alatt. Hát igen, most akkor jelenleg Magyarországról csak azt lehet csinálni, hogy az ember leautózik Bécsbe a buli előtt, és ott bevizsgáltatja. Igen. Magyarországon ez sajnos még mindig illegális, tehát nem engedik a hatóságok. Mert azt mondják, hogy ezzel a fiataloknak a droghasználatát támogatja egy szervezet, hogyha ilyen drogcheckinget csinál, ami hát szerintem... Igen, ennek az volt az elméleti ellenvetése, hogy a biztonság érzetét kelti, hogyha valakinek azt mondják, hogy ebben a tablettában ez meg ez van, mert akkor ő mindenképpen ezt el fogja fogyasztani. Volt erről már nagyon sok kör, már utóbbi 15 évben ment erről, hogy például a rendőrségnek is megvannak az adatok, hogy milyen kinézetű tablettákat foglaltak le, azokat bevizsgálták, és egész pontosan megvan, hogy abban hány milligram van, de hogy ők ezt nem adják publikusan közre, mert az tényleg nem 100%-os adat, hogyha itt egy fehér smiley volt, és abban 100 milligramot talált a rendőrség, akkor nekem is pont ugyanaz a fehér smiley lenne. Tehát, hogy ez alapján téves lenne következtetni bármiféle biztonságra, és hát valahogy etikailag megérthető, hogy a rendőrség az nem kíván ebben részt venni, illetve a hatóanyagbevizsgálásnál még az volt az ellenérv, hogy a rendőrség azt mondta, hogy ők nem akarnak a drogmafia minőségbiztosítói lenni. Tehát azzal, hogy bevizsgálják, és akkor ott van, közreadják, hogy ebbe 230 mg volt ebből nem tudom micsodába, mert ez egy reklám számba menne. Ezt elég nehéz így navigálni, ezért van az, hogy nekünk az EKI adatbázisban arra figyelmeztetünk csak, hogy mi az, ami furcsa meg veszélyes, tehát hogy nincs ez a pontozásos rendszer. Igen. Parancsolj. Nekem ott lenne a kérdésem, hogy amit említettél, ez a legális MDMA bevezetése, mint gyógyszer, hogy ez van nekem már ilyen feltevések, hogy ez milyen hatással lesz akár mondjuk az illegális piacra, illetve hogy így a társadalmon belül esetleg a szernek a dekriminalizációjához mondjuk mennyire tud vagy fog egyáltalán hozzájárulni. Hát, hogyha azt nézzük, mondjuk párhuzamos jelenséget nézzük mondjuk a cannabis esetében, amit ugye először nagyon sok államban, az Egyesült Államokban bevezettek először a gyógyászati alkalmazásra, legálissá tették, és ezután pedig viszonylag egy rövidebb, hosszabb időeltolódással pedig a rekreációs fogyasztást is legálissá tették, akkor lehet egy ilyen összefüggés, tehát hogyha egy szernek a gyógyászati használata az legitimé válik, akkor úgy általában is változik a társadalomnak a hozzáállása az adott szerhez, ami persze nem jelenti azt, hogy az emberek hirtelen azt fogják hinni, hogy ez tökéletesen biztonságos, de hogy az a démonizáló kép, ami arról az adott szerről él a társadalomban, az mondjuk változhat. Így mondjuk a kanabisszal kapcsolatban is azért az, hogy az emberek azt látták, hogy a nagyi, meg a nagypapa, meg nem tudom ki ott gyógyászati célból tud kanabiszt, mint gyógyszert fogyasztani, ez azért jelentősen hatott arra, hogy az emberek hogyan ítélték meg. Úgyhogy én azt valószínűnek tartom, ez persze nem ilyen egy-két év alatt fog szerintem menni, de minden esetre így az elkövetkező 10 évben én egy elég nagy változásokra számítok az MDMA-val kapcsolatban. Most például ugye lehetett látni az USA-ban, hogy pszilocibin tartalmú gombáknál, hogy például ugye Denverben dekriminalizálták a gombának a fogyasztását, tehát ez így úgy tűnik, hogy Amerikában most már nem csak a cannabis, hanem kezdenek így feljönni más pszichedelikus szerek is, hogy azoknak a fogyasztását is dekriminalizálják. Lehet, hogy az MDMA-val kapcsolatban is ez egy út lesz.
De ezt szerintem érdemes azért különvenni a gyógyászatit, meg a rekreációsat, tehát hogy azért ez azért két különböző dolog, teljesen külön kell szabályozni, és külön kell vele foglalkozni. Meg valószínű, hogy ez a gyógyászat is lesz olyan nagyon átütő, tehát hogy valószínű, hogy PTSD-re lesz indikálva, de már valószínű már az olyan PTSD-re, amit már próbáltak kezelni más módszerekkel, és nem sikerült meg pszichoterápiával, és akkor arra lesznek ilyen speciális lehetőségek. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a kannabisz volt, a gyógyászati kannabisz az elején, hogy elment valaki, nem tudom, Kaliforniába az orvoshoz, hogy ó, nagyon fáj a hátam, kacsint, kacsint, és akkor rögtön adták neki a kannabisz kártyát, amire tudott venni a boltba kannabiszt, mert ott azért elég sok embernek kezdett el fájni a háta, azért lássuk be. MDMA-val valószínű nem ez lesz, tehát nem lesz olyan könnyen hozzáférhető, és csak is a terápia részeként lesz hozzáférhető, nem ilyen take-home típusú szerként, mint amilyen a kannabisz volt. Igen. Hát ezt ugye említettem is, hogy sose lesz olyan felírás, hogy akkor hazaviszed a, nem tudom, mi ez? Ekipak. Igen, a tablettákat, hanem hogy ez terápia részeként, ami a pszichológus szakmában is valószínűleg azért nem nehezen bevezethető ez a gyógyszer, mert hogy ugye szabványos pszichológiai ülés az egy ilyen 60 perc, és hogy itt viszont ez egy ilyen 1-2 napos elfoglaltságot jelent a pszichológusok számára. Tehát, hogy ez nem egy pszichoterápia szempontjából se egy hagyományos típusú pszichoterápia, amiről itt szó van. Én ennyit hozzátennék, hogy azt a Petya említette, hogy két emberből, akit PTSD-vel kezelnek ilyen MDMA terápiával, 6 meggyógyult, és ez nagyon magas arány, és ez a MAPS-nek ez a Phase 2 stadiában van, és azt hozzá kell tenni, hogy akik ebbe a stadiba bekerülettek, ők már legalább 3 másik kezelési formán átesták. Tehát, hogy a 7-ből 6, úgyhogy ők már 3 előtte való dolgot kipróbáltak, az egy nagyon-nagyon jó eredmény, pláne az, hogy azt hiszem el lehet mondani, hogy általában véve a neurofarmakológia az egy ilyen válságban van az elmúlt 30 évben. Tehát, hogy amióta kijöttek ezek az SSRI-ok, a klasszikus antidepresszánsok, azóta igazából nem volt innováció, az SSRI-októl is igazából csak az derült ki, hogy a gyakorlatban sokkal kevésbé működnek. Tehát, hogy most van egy olyan is, hogy így ki van ijesztve a társadalom új szerekre, vagy új gyógymódokra, és igazából itt az a nagy kérdés, hogy amikor legalizálni fogják a MDMA-val a PTSD-nek a kezelését, és ez biztos, hogy meg fog történni valamikor 2025 körül, hogy milyen gyorsan fog megtörténni, az a pénznek a függvény, hogy a MAPS milyen gyorsan tudja ezeket támogatni. De az a kérdés, hogy amikor ez megtörténik, akkor nyilvánvaló lesz egy ilyen gátszakadás pillanat, de hogy mekkora lesz ez a hullám, ami ezzel át fog jönni. Petya említette a gombát, szerintem pont így a gomba a kvázi meglovogó jegy az MDMA-nak a farvizét, az nagyon látszik is, mert egy ilyen gyorsított eljárásban vizsgálják. De most még ezt így nagyon nehéz így megmondani, hogy ebből pontosan mi lesz, és ebben Amerika sokkal előrébb van, mint Európa. Tehát Amerikában már vannak ilyen microdose startupok, mert igazából az emberek így gombát ilyen félig legálisan elkezdtek árulni, mert hogy mindenki arra számít, hogy ezzel már nem törődnek a hatóságok, és egy pár év múlva úgy is legális lesz, de hogy úgy mondjam, azért ez még így szerintem eléggé up in the air, tehát nem arról van szó, hogy bárki tudna, hogy pontosan mi lesz, de az biztos, hogy előbb-utóbb MDMA PTSD-re az egy legálisan elérhető terápia lesz, és hogy utána milyen modellben legyenek elérhető az MDMA, meg más pszichedelikumok, ez egy aktív vita kérdés, ilyen pszichedelikus kutatói körökben, sokan ugye sokkal inkább valamilyenféle alternatívát látják ennek a klasszikus gyógyszeripari üzleti modelleknek. Sok ilyen társalgás is van a pszichedelikus térben, szóval ez még nagyon sok felé elmehet. Ugye, mint amikor a génnel, még nem is tudom ez amikor volt, de jó régen, amikor elkezdtünk beszélgetni erről a drogosítvány témáról, ugye akkor is ez volt a... Ezt még egyébként eredetileg Timothy Leary vetette fel ezt az ötletet, ugye, hogy ezeket a szereket úgy kellene szabályozni, hogy az embereknek, akik ezt fogyasztani szeretnék, nekik először keresztül kell menniük egy bizonyos oktatási, képzési folyamaton, amivel elsajátítanak bizonyos ismereteket,
és hogy gyakorlatilag az első élményeiket is ezzel a szerrel, kontrollált körülmények között, guide segítségével szerezzék, ugyanúgy, mint hogy az ember megtanul autót vezetni például, és akkor ugyanúgy, ahogy kap egy jogosítványt, kap egy drogosítványt a végén, és akkor ő gyakorlatilag ezután az állami licenszel rendelkező 18 éve felül, stb. Boltba utána meg tudja venni az adott szert. Tehát ilyen modellek vannak, hogy ez pontosan hogy fog kinézni, azt persze nem tudjuk. Én még egy kicsit visszatérnék az összetételre. Milyen kötőanyagokat lehet találni általában egy ekiben? Hú. Ez nem jött elő, csak annyi, hogy szerintem, mint ahogy a gyógyszeripar is használja ezeket a tabletta kötőanyagokat, azok, hát ha van itt farmakológus, akkor igen, ő tudja, aki gyógyszergyárba dolgozott, mondjuk, hogy milyen kötőanyagot használnak a tablettákba. Ez olyan, mint amit elolvasod a tájékoztatókon, nem tudom, magnézium stearát, meg ilyesmi jut eszembe, tehát ezek a, meg a titánium dioxid, meg nem tudom, nem értek ehhez, de tehát, hogy ugyanazok, amik vannak az egyéb tablettákban, és csak annyi kell, hogy amikor erősen összenyomják, akkor ragadjon össze. Tehát ezek teljesen inert anyagok, ez semmi, ezt így lehet szerintem kis kanállal is enni, és nem történne semmi. Tehát ennek nincs igazából jelentősége. Még az élelmiszer színezék az még lehet, hogy károsan hat ki a gyermekek figyelmére, hogyha mondjuk nagyon kék a tabletta, aztán lehet, hogy ettől van ez a sok pörgés, ki tudja. Na, én azt gondolom, hogy eléggé eljárt már az idő a rendezvény fölött, úgyhogy most lezárnánk a kérdéseket. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Én még egy kérdés, mielőtt elmentek, föltennék nektek, hogy ki az, aki ebből a közönségből eljönne az LSD-vel kapcsolatos előadásra, látom sokan. Ki az, aki eljön a cannabisról, aki kokainról? Ketamin. Jó. Hát úgy látom, hogy azért elég nagy az érdeklődés a különféle anyagok irányába. Ami egy kicsit a reklámozzuk, az a következő LSD-s, az egyik következő LSD-s előadást, ugye, azt említettem, hogy a Bazsinak van most egy folyó kutatása az LSD mikrodózisról, ami most egy nagyon divatos téma, és hát márciusban, ha jól tudom, Bazsi, már ez a kutatásban lesznek ilyen előzetes eredmények, és hogy márciusban tervezzük ezt az LSD-s szekciót, természetesen majd ki fogjuk rakni a drogreporterre, és akkor ott fogtok tudni erről tájékozódni, meg egyébként gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni ezt az egész hülye regisztrációs folyamatot, és reméljük, hogy kitalálunk valami jó épkézlebb rendszert majd a legközelebb. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és remélem, hogy jól szórakoztatok, meg hogy tanultatok is valamit. Sziasztok!